Na, menjünk harmadik pályára. Nem, az a nyolcadik. Menjünk itt a harmadik. Na, és akkor irány a harmadik pálya. Na, ez a pálya nehéz. És itt jobb is a zene szerintem. Na, azt föl nem vesszük. Tényleg ez a pálya az egyik legnehezebb, én azt vettem észre. Tényleg így könnyen lehet szívni az energiának a jelentős részét, hogyha nem vigyázol. Megpróbálok figyelni, amennyire tudok. Na, váltsunk. Váltunk egyet. Na, eddig jól állunk. Na. Ez a kedvenc karakterem, szerintem ez már észrevehető. Kell figyelni arra, hogy lehet pattogni a... az ellenfeleken. Hát... aki béna, annak nem megy. Nem megyünk úgy, éppen hogy. Figyelni kell, a tüskék azok könnyen el tudnak találni, így a jobb szélen, vagy bal szélen. Tehát... még jól állok szerintem. Azt kihagyhatjuk. Nem megyek arra a pontszámra, hogy mekkora pontszámom legyen, mert... hát... nem az a lényeg szerintem. Nincs is high score képernyő a játékban, tehát konkrétan fölösleges a pontszám, de mindegy, menjünk tovább. A francba pedig majdnem ráugrottam, na mindegy. Főnk ugye a... már... főnk ugye a pálya háromnegyedénél talán, na mindegy. Közelen felettem össze, itt az egyiknél van energia, nem az, utána a másik. Á, közelebb kéne menni. Hát mindegy. Segáz, menjünk tovább. Na, meg még biztos van energia, mert emlékszek rá, hogy... aha, itt vagyunk. Na, jobban is állunk már is. Na, itt is vagyunk, az utolsó előtti képernyőn, az a tüskés rész mutatja, hogy itt jön a boss. Figyelni kell, hogy... lő egyet, meg még egyet. És általában odaugrít, ahol voltál. Figyelni kell, mert az egyik lövés az ott marad, amíg nem teleportál. Ajj. Á, mit csinálok? Csak meg lesz. Még az a szerencse, hogy a karakterünk mindig nagyot tud ugrani. Na, sikerült. Úgyhogy láthatjátok, amikor eltlálnak meg ugrok, akkor van kint egy japán szöveg a feje fölött. Hát ne kérjétek azt, hogy fordítsam le, mert nem tudok japánul. Na, meg vagyunk a játék 33%-ával. Meg van 3 pálya 9-ből. Még a negyedikre. Repülünk a motorral. Járgánya, autóval, mindegy. Na és itt is vagyunk. Hát minél gyorsabban fejlesztjük fel magunkat. Tényleg, mert egyes szinten kicsit nehéz lenne. A 3 energia. Platform. Aj, és ezt át kéne ugrani. Jó van, sikerült. Itt figyelni kell, azt hiszem, itt jön le 3-4 ellenfél. Csak egy. Később lesz az. Ja, itt. Lébe. Csal az emlékezetem, olololó. Na. Itt le kell gólni, de így is el fog találni. Figyeljétek. Ah, nem. Korán kell lególni. Úgy. Na, még egyszer. Írom ezt az elfelet. Na most. Így mi? Nem nehéz. Karaktert, ha megengeditek, nem nagyon váltanék, de most már mindegy. Mindig van egy kis ilyen fanfáj, amikor váltod. Na, kettő kell bele. Mondom, gyengébb ez a karakter. Áh.
hogy ezt átugrok. Akkor itt a pálya vége mellett a futószalagos rész. Na, kinyírjuk ezeket. Á, ott kellett válni, érdekes. Mit legyen kell csinálni? Középen kell maradni. Ennyi. Látjátok? Középen. Nem nehéz ez se. Át kell ugrani, amikor ugrál. Mármint amikor lő. Nekünk átugrani, amikor középen így elhajt előttünk, mellettünk, mögöttünk. Akkor lehet eltállni, amikor így mozog. Na most már csak arra hajtok, hogy meghalljam, tehát nem megyek perfect rára, vagy valami ilyesmi. És amikor villog, akkor átmehetsz rajta, látjátok? Jó tett. Hajjál már meg, légy szíves. Nagyon nagy kérés ez. Ez eddig a leghosszabb boss fight szerintem. Légy szíves, bőz. Ja, még egy valamit meg kell jegyeznem. Addig nem lőhetsz újat, amíg le nem ment az a hangeffekt, amíg lősz, hogy így például. Figyeljétek meg, lehet, hogy adja hangeffektet, de nem fogsz lőni. Na, megvagyunk 4 pályával. Irány az 5. Ez nehéz lesz, mert ezzel a béna egyes szintű karakterre kezdünk. Neveket ne akarjátok, hogy mondjak, mondom, nem vagyok benne ebben a japán kultúrában, meg ilyen rajzfilmekben, vagy mégben. Na, váltsuk is, úgy. Na, ez is elég lesz, remélhetőleg. Na, francba! Akkor is át kéne ugrani, úgy. Már is jobb a helyzetünk, valamennyivel. Na, szerencsére egy egyes szinten voltam csak, mert ez így kicsit gányos lett volna, hogy fölvettem az a butitoizét. Butitoizét, jó van. Na, ez is egy nehéz pály, most itt eszembe. A 6-os az eléggé gázos. Vagy 6-os, 5-ös. 6-os az könnyebb. Na, itt meg lehet halni, ezt mondom. Na, sok az ellenfél, akkor belassul egy kicsit a játék, de egyébként ez nem gyakori, csak itt. Ez gáz, hogy ez az ellenfél követ. Ez gáz, hogy már energiámnak a fele elment. És még messze a vége. Na, végre. Innentől túlélni kell, mert hát... Gondolom könnyen, meg lehet holni. Na, és még egy ilyen rész. Úgy, eddig jó vagyunk. Na, itt is sprint. Ki kell sprinteni azt a repülőizét, mert tényleg követ. És az könnyedén eltávolítatja belőlük a szükséges energiát. Na, nem lehetőleg ennyi elég. Ezeket kihagyjuk. Ajj, francba. Amelyiknek van energiája, tudom. Hát mondjuk ezt már nem fog kiderülni itt. Majdnem belementem abba is. Ez nem jó. Így. Na, és akkor itt vagyunk. Hát meglepődtök, mi lesz az ellenfél. Egy helyben mozgó, nem tudom.
egy helyben álló Dracula, vagy mi ez. Annyira könnyű kiírni, láthatjátok. Csak hát sokat vesz le a találata, és azt is meg kell lőni, és ennyi volt. Mondom, itt a pálya volt a nehéz, nem pedig a boss. Tényleg nem beszélek, hogy a hangjáról, akkor megint mondja a kocka bátyám, hogy mit üvöltözöl?